Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit egy Kőbánya felsőről. Egy reggel 5 órai időpontban nagyjából, és várom a 60 személyvonatot. A G-vonalba járós videó lesz, de hát majd látni fogjátok, hogy hova fogok menni. Még azért lesz egy a 3,5 órás út kb. Még az után is, hogy megjött a vonat. De hát ez egy olyan vonalbejárás lesz, amit már régóta tervezek, és most végre sikerült. Legalábbis reméljük, hogy sikerül, mert eljutok addig, de hát innen már majd csak fog működni, megvalósítani. Egyébként nézzétek meg a Kőbánya felsőn, itt az első vágány peronját, azt úgy, ahogy katyába rásszák, mert mutatom mindjárt a másik oldalt is. Egyébként akkor itt vagyunk Kőbánya felsőn, és hát egy kisebb ráncfelvallás azért volt itt. Ugye hát az esti az megmaradt, és itt az első vágánynál, ahol nem volt rendes peron, hogy legalább megcsinálták ilyen kolorosra. És egyébként a forgalmi oda meg a többi az most semmi, de elvileg a gépi hangost azt tervezik. Hogyha jól tudom, és lehet, hogy ma azóta meg is csinálták, nem szólalt még meg mióta itt vagyok. De hát igazából a távlati terv az, hogy ezt a legalábbis személyforgalomra ezt az állomás megszüntetik. És a vonatok azok nem itt fognak megállni, hanem ott arrafele egy kicsivel távolabb éles saroknál, ahol közelebb van a villamosokhoz. Tehát igazából, vagyis hát a 3-as villamoshoz például lehet egy közvetlen átszállópontot csinálni, az a legforgalmasabb járat errefele. Úgyhogy csak hát ez még a távlati tervben sem nagyon látszik, hogy ezt mikor akarják. Ilyen közöbben mondtak egy személyvonatod, és hát akkor ez mindig még nincs kész a gépi hangot. Hát az S60-as szólnak itt. De nekem nem ez kell, hanem a kicsit később érkező 60-i. Szóval az S60-as elment, és az S80-as is egy negyed órán belül érkezik, úgyhogy azzal meg én is megyek. Hát egyébként itt látjátok az Expo-teret. Hát amikor éppen nincsen semmi rendezvény, akkor mindig ilyen kihalt. Hát ha megvan, akkor mindig akkor a tömeg van, hogy egyszer nem lehet. Ugye buszokkal ide hordani az embereket. Itt az egész komplexumot egy busz szolgálja ki. A 10-es, ami egyébként semmi más funkciója nincsen, csak ez, mert az Őrstől megy az Őrség egy hullokjáratba, és csak ezt a igazából Expo teret kerüli meg. És hát itt a Kőbánya felsői vasútállomáson kívül nem is érint semmit. Látjátok, ott van egyébként a busz megálló. Tehát ennyi, mert egyéb forgalom lehet rajta. Mert egy sima hétköznap egy szóló busz fél óránként megy egy kört rajta, ennyi az egész. És nyilván itt, hát aki esetleg utazik is rajta, az már itt leszokott szállni, mert hát a továbbiakban csak ezt az Expo teret szolgálja ki, ahol meg hogyha nincs rendezvény, akkor tényleg igazából semmi nincsen. De a 10-es busz az ilyen, hogy akkor gyakorlatilag szinte üresen megy, fél óránként megy egy kanyar. Ha viszont valami rendezvény van, akkor sűrítik akár 10 percre, vagy akár még sűrűbbre is, és csuklósítják, de az se elég. Hát közben már mikor van, hát itt most éppen forgalom sincsen, most egy ilyen nap. De ha esetleg jön valami, akkor azt még levideózom, hogy egyébként megyünk majd tovább. Na hát most mondta be a hangos vonatot, amivel tovább fogok menni. Egyébként, ja, és ott van azért háttérben egy nohab. Ó, hoppá, nézzük csak meg. És mondta 10-eske? Aha, és a 10-eske? Ó, király.
Na, ezt közelebbre meg kell nézni. És akkor megérkeztünk Putnokra. Innen fogunk akkor, hát Szilvás felé nem fogunk elmenni, mert az 34 kilométert nem tudunk legyűrni, de remélhetőleg legalább Sátáig el fogunk jutni. És itt van a 87B. Ezzel fogunk haladni. Na, ott még a tekerősorompója is megvan. Még nem loptál. Hát és eddig még egész járhatónak tűnik. Itt ezt a gazt teszem, hát legalábbis gyalog, hát ilyen, most az a cél, hogy gyalogba tudjuk-e járni. Hát ezen még lehet haladni, meg itt még mellette is. Valószínűleg kiváldik egyébként, ennél rosszabb nem lesz majd, amikor bemegyünk az erdőbe, onnan jöhetnek a problémák. Majd meglátjuk. Ott előttünk egy tekerősorompó, hát... Hát azt már nem hiszem, mert ezt elég régóta kezelhették. Amúgy azt hiszem, hogy a bezárás után egy évvel valamikor még eljött egy külön vonat végig a vonalon, és az volt az utolsó. Után volt. Az volt, ugye? Akkor jól emlékszem. Igen, igen. Hogy valamikor aztán egy évvel vagy kettővel a bezárás után még egy külön vonat végig tudott menni a vonalon. Aztán igen, egy szóló Interpicivel volt, ha jól emlékszem. 404-es volt. Ja, na hát. Akkor hallgassátok a szakértőt, ő jobban tudja. Én csak egy hallomásból láttam róla egy képet valamikor, és még emlékszem is, hogy el is akartam rá menni, csak nem értem rá, úgyhogy kimaradt. És itt még van villogó is. Itt a sorompó. A hajtómű, ja. Ezen az úton el tudunk menni a hídig. De villogó még. Már nem működik. Hát az egyébként sem szokott, az csak lezárás előtt szokták bekapcsolni egyébként is. Szerintem ott van a bakter háttál, szerintem ezt is onnan kezelték, tehát itt nem itt van a hajtómű. És hát a villogó is olyan, hogy azt csak a leengedés előtt. Jó gazdos. Hát ez szép. De hát itt, ja, hát itt aztán Királdi majdnem párhuzamosan megy a közúttal. Itt azért még, hát és egyébként szélsínek vannak, főleg talpás pályák. Akkor menjünk csak tovább. A legelső a Sajó híd a vasút felett, vagyis a Sajó felett, az első vasúti híd, Sajó feletti, a közút a híd mellett. Hát végig itt a legtisztább a pálya. Jaj, a híd van. Hídon. Na persze, bár eléggé rostásak ezek a vaslemezek is. De nem biztos, hogy ezen mondjuk át tudnánk menni. De egyébként meg ott haladunk az erdő fele. Ja, aztán majd itt kell fölmenni a sidekre, mert itt elkanyarodik rövünk. Nem, mert ilyen... Na, akkor mutassuk így a kamerának is, hogy TX-es, meg TU betonaljakat láttunk eddig. Ja. Sinek azok 34-esek továbbra is. Ja. Az végig... Nem, végig 34-es sinek. Nem, ezek vékonyabbak. Ez 34-es. Nem tartás. De keressél egy... feliratot rajtuk, mert egy Diós Győr 34 felirat uti lesz valamelyiken, meg egy évszám. Hogy itt van akkor még egy híd, és akkor most az biztos, hogy nem a Sajó, ma azon már átmentünk, és... Valami patok lenne. Igen, és ne akarjatok megint, mint azért, hogy Becski Andrisék ott azért az alalövei vonalon, hogy bevittek ott nagyon a Málnásba, hogy hát ez a Rábának a hídja, aztán kiderült, hogy nem. Csak akkor kapom a kommenteket a YouTube-on, hogy de hülye vagy, az nem a Rába, hanem a Pinka, vagy nem tudom melyik, de... De mondom, hogy nem én mondtam, hanem többiek. Én csak elhittem. De hát én vizesen látok, tehát most kicsit alvébb. Hát... Hát valami ezért kisebb patak lehet ez, nem? Hát most... Hoppá! Hát ez meg itt! Hát ez ott jól eltűnt az egyik. Felbeszálltak a bosszot. Hát, jó álla volt a vas. Hát jó, mondjuk Borsod megyében vagyunk, szóval nézd, ott a korlátban is hiányzik. Nem csoda. Viszont én vizet nem láttam alattunk. Ja. De egyébként itt van a... Nézd, csak ez kiszáradt. Én is azt mondom, hogy ez meg kiszáradt patok le. Hát valamikor még biztos volt benne víz, különben nem építettek volna hidat. Ja. Hát olyan szárad, hogy nem igaz. Hát ez igen. Ja, hát ez még el is van, érted, még semmit. Hát ez már régen kiszáradhatott. Nem csak, hogy kiszáradt. Ja, itt már kiánzik ilyen kapott. Amikor még a vasutat építették, biztos, hogy volt itt víz, különben nem építettek volna. Vagy valamit túl, hogy valami. És közben a pálya az megint
talfás lett így. Találtam. Hol betonaljas, hol talfás? Van felirat? Na hol? Na közben, tegyek meg. Itt egy sínhiány. Egy sínszál hiány, szinte csak az egyik oldalról. Viszont ilyen flexelésnek a nyomai meg ilyen nincsenek. Tehát, már pedig ha ellopták, akkor azt nem egybe vitték el. Egybe biztos nem vitték el. Hát egy 34 kilós sín, ami vagy 20 méter, az egy olyan 680 kiló, akkor most mondhatni. Hát azt nem viszi el senki egybe. Van kodattal már is. Hát szét kellett flexelniük, hogyha ellopták, annak meg lenne nyoma. Hát folytatódik a második sín. Hát nem, csak egy sínszál tűnt el. Egy ilyen kb. 20 méternyi 34-es sínszál. Hát jó, hát az, a szétrohadt az megint más. Ja. Hát, na, akkor sincs, csak mutassuk akkor. Ja. És ennyi. Hát ez az egy sín, ez eltűnt, tehát... Tehát a pálya, mondhatni, eddig járható vonattal. Innestől már nem. Hát... Meg putnak itt sem. Hát putnak tal idáig. Eddig, hát az BZ-vel eddig tudtunk volna bejönni csak. Ha lenne személy. Igen. Tehát nézzük, na itt van a fénysodompó, a legelső 670-es átjáró is működik. És egyébként, nem mutatom azt is, hogy onnan jöttünk. Igen, most egy kicsit többen vagyunk a bejáráson. Ilyen sokkal ritkán szoktunk lenni. Ja. Igen, arról jöttünk. És arra megyünk tovább. Hát igen, még egy olyan 6-7 kilométer és kidáldon vagyunk. És itt még egész konszolidált itt is a pálya. Ezen még borsodik. Lehet, hogy haladni. Elhagytak egy borsodik. Eddig még ez volt a legrosszabb állapot, amit találtunk. Itt vannak a sínek, csak nem látszik a rosszól, de itt vannak. Hát jó, jobban őtt a gold. Ezek a távíró póznák mutatják, hogy hol mentek a sínek. Vannak itt a másik oldalt, látszik is, hogy megvannak. Ja, itt van azért jobban az állapotok. Menjünk akkor. Sok se érünk oda. Hát itt lehet. Hát majd benne az erdőben ott lesz egy kicsit szarabb szerintem, de még ott sem mindenhol. Nem látjuk, hogy a vasúti pálya mentén megyünk. És igen, itt látszik a nagy gaz, amivel megyünk. És itt viszont az is, hogy itt az utolsó vonat óta itt nem jár semmi, legalábbis vasúti jármű biztos, nem? Hát itt ilyen PFT-s menet, vagy bármi más, mint az alalövőim, vagy a 64-esen ott azért látszott, hogy azért vigyáznak rá, meg általában, ami hát itt nem. Itt 2009-ben zárták be, és utána rá egy-két éve még elment egy külön vonat, és ennyi. Más azóta erre nem járt. Itt már külön vonat rendelt. Hát erre már biztos nem rendelhető, nem tudna végigmenni. Nem tudna végigmenni. Hát, mikor is építették ezt a vonalat? De majd utána nézek, hogyha egy kis időm. Egy átjáró, na most már nem fogok visszamenni, de van fénysodompó és működik is. És itt egy híd. Srácok, majd ezt is fogok. Valamilyen folyó, patak vagy valami folyékony alatt. És ellopták a korlátot itt is. És ez mi? Ez meg egy patak. Ez egy vízesés, egy mini vízesés. Ruhadt jól mi. Nem egy szilvásváradi fátyó vízesés, de most ez is megteszi. Jó, jobb hiány. Most nekünk csak eljutott. És ugráltam a kameráról se, töröltem le a régi videókat, úgyhogy mindjárt azt is le kell törölni, mert betelik a tárhely. És elhagytuk a teherneket. Haladunk tovább. És valahol itt lehetett szerintem. De, milyen sajó, mi csoda volt? Sajó melcse vagy? Sajó melcse volt, hogy... Ugye olyan megálló hely, amit már a vonat életére megszüntettek valamikor 80-as években. Valahol ezen a környéken lehetett, de semmi nyoma nincs már. Hát itt megvan egy, szintén egy átevet, valami kisebb, ilyen zép, posolya környékén. Hát, figyeljétek, hogy ki van takarítva. Ez valami öntözőcsatorna, szerintem. Hát, vagy egy kisebb patak, vagy inkább csak egy öntözőcsatorna. Hát ennyi, hát. Vasat valakinek? Hát itt volt korlát, csak ellopták. Az más, az valamilyen. Hát egy vízvezeték. Aha. Jó.
kék színű, akkor vízvezeték, hogy a sárga, akkor gáz. Ja, hát na igen. Legalábbis elvileg, aztán azt így vannak a színkódok az csöveken, hogy... Ez az áram. Az áramot azt hiszem, hogy ilyen sárga ízi istennyila jelölik meg, meg... Meg azt hiszem, hogyha földben van villanyvezeték, akkor kell ilyen védőcső is, meg egy sor téglát is fölé kell tenni. Oh. Azt hiszem, mondjuk sokszor nincsen. Néha okoz is problémákat, mikor a munkagéppen vágnak át ilyen betápvezetéket emiatt. Volt valami, nem egy jelző. Nem, ez szerintem csak támasztja a töltést, itt a rézsűt. Ezzel is megtámasztják itt. Érdekes. Hát itt, hogy ne csúszson itt le. Uh-huh. És egyébként ott látszik, hogy azért egy hatalmas ívbe fordul a vasút. Na itt, ha még járna volna, akkor nagyon jó fotókat lehetne csinálni ebbe az ívbe. Oszlopok se dondítanak bele, mert ki... Hát ez olyas, mint a Szúnyog utca 29-esen. Amit minden fotós ismer. Hát valaki megmondja, hogy mi ez, de... Majd megkérdezi szakértőket. Ja. Látunk egy hasonlót egy kicsivel korábban is, de biztos, hogy váltó nem volt itt, annak egyéb nyomai is lenne. Például itt valahol itt az állítóműnek is itt kéne lennie, és akkor annak még itt meg lenne. Hát lehet, hogy csak a nyomtávtartás miatt van. Én mondjuk erre tippelnék, mert... Nem, hát egy régi váltónak, akkor ugye nyilván akkor valamelyre vág egy mezet, és akkor az állítóműnek is ott kell lennie. Biztos, igen. Szívbe. Hát még az Y-aljak előtt még ilyenekkel dolgoztak szerintem. Hát az eszek még van a vonalon, hogy alkalmazzák most rám az Y-aljakat. Jó, a meredek években azt tették mindenhova azért, tehát jobban tartja. Hát meg talán a 29-esed is van egy szakaszon. Na, 1963-ban felújított áteresz. Itt követi a közút a vasutat. Az előbb elment egy arcikarusz, csak az meg videóval lemaradt róla, de fotó van. És erről jöttünk. És itt hagynak mindjárt a többiek, úgyhogy menjünk tovább most. És kicsit rövidítünk a közúton. A fénycsonompót ellenőrző jelző, az átudító, de optikái beverve. Ott a fénycsonompó is, innen már látszik. Miért jó konkrétan nem? Hát majd csak 15-tel megyünk, mert nem jelzi, hogy átváltott a fénycsonompó. Nem megyünk át az átjárón 15-nél gyorsabban. És akkor megérkeztünk a következő útátjáróba. De mindjárt megnézem, de szerintem üzemel a fénysorompú. Üzemel a fénysorompú. Itt mindegyik üzemel. Jó, meg minden helyen üzemel. Na nézzük csak meg. Aha, itt van. Rendületlenül villogja a fehéret. Ja. Igen, jól van, de ott villogít a fehéret. Ezt akkor mutatom. Még lehet, hogy csak ennyire csinálják már meg régóta, hogy a fehéret tudja villogni egyébként. Vonatot nem érzékelni. Szerintem ki van majd tovább, lehet járnyába. Mondjuk valahol itt kéne lennie. De nincs kábel, nincs csak itt volt. Igen. Igen, a kiszámlálónak itt kéne lennie valahol. Annak a kis szürke doboznak, igen. Aha. Ja. Igen, ez volt egyébként a kiszámláló. 625-ösnél következő fénycsonompos, és már Királynak a belterületén lehetünk. De haladunk. És itt tényleg a település közepén itt végig ment a vasút. Mint látjátok, itt van még egy átteresz, itt megvannak a korlátok is. Meg a rengeteg kutya. Itt mindenhol van kutya. És mindenhol ugatnak. Ja, már látom valami őket. Az, hogy... Mondják, hogy azért olyan hatalmas turisztikai forgalom nem lehet, de most az összes kutyát felvertük a faluba. Most már mindenki tudja, hogy itt vagyunk. Ja. Ez ilyenkor így van. Bizony, erről jöttünk, és itt egy hosszú legyenes itt az ív után. 5 óra 6 csokor mennyi elágazás, arra az meg az 5 óra 51-kor majd. Azt kell mondani. Ja, na, honnan, hova lehet ide menni? Ja, csokmagok már a Dédestapolcsány, Király, ja, de az most van, itt most vagyunk Királydon. Uppony, Ósz, Szilvásvár, Miskolci út, jó. Na mindegy, hát inkább. Mit? Egy macska is. És ott egy vonatpótló macska.
Na akkor igen, közeledünk ki rához, az már nyilas tábla. Tehát ott az őrizetlen váltókra figyelmeztet, és az már a vasútállomás lesz. Hát igen, itt haladunk, ugye. Ez jó volt, hogy a falu belterületén megy a sín. Ja, jön egy autó, de hát annyi hely van, itt elfér. Ja. Lesz még egy átjáró 6-19-ből, és persze utána lesz az állomás. Na hát az első állomásig eljutottunk. Ja, haladunk, így az egyharmadát nagyjából, jó, vagy többet is már. Hát egy 22 kilométer volt előirányozva, tehát egy picivel több, mint az egyharmada már megvan. Jó. Igen, na, és akkor haladunk közben folyamatosan, de ami miatt most bekapcsoltam a kamerát, azok, ezek a vonok vezetéktartók. Tehát túljöttünk a jelzőn, előjelző, följelző, valamilyen jelző volt, amit nem vettünk észre, vagy nincs meg, tehát... Semmi nyoma nincsen. Nincs. Hát itt jöttünk el mellette, nincs semmi nyoma. És itt egy nyílt vonali kilakó, ahova fát hoztak, csinek mellett. Na, itt van egy átjáró, András keresztes. Itt van egy autószakadály. Közelítünk. Hát igen, ezen nem tudna a Bézi átmenni, mert leszedni az alvázot. És akkor menjünk tovább. Hát itt vagyunk. És ott fordul be az állomás fele. Megérkeztünk Király állomás területére, itt már a váltókörzetben vagyunk. Hát látszik, hogy ezt nagyobb forgalmat elveszték ezt az állomást, itt azért van itt ennyi vágány. Hát itt szénbánya volt itt Királdon, és az azért elég sokáig eltartotta a vonalat itt teherszállítás terén. Szerintem még iparvágány is lesz itt valamelyik szénbányában, és hát itt egy ölház, tehát itt a sodompós átjára volt, és azt kezelték innen. A szemlátomás lakatlan, úgy benőtt a gaz, mint az ítélet. De nincs szép erre. Itt nem biztos, hogy lakatlan, mert nézd meg, még antenna is van rajta. De meg a Digi TV és antenna azért ott van. Elnézést. És be van vezetve a villany is. Tehát ezt lehet, hogy lakják. És van vasúti épület van, és áru raktár, vagy mi lehetett ez? Benne hagyták a lámpát, meg az égőt is. Még volt, ahol működött egyébként. Aha, és tényleg benne van a villanykövete is. Szerintem ki van kötve. Ja. Jártok itt a melléki épületek a vasútállomásnál. Ez a lapos tetejű, ez a budi. Ezek a régi pottyantós letyók vannak itt. És akkor így... Na ez meg itt, opá! Milyen autó ez? Zill? Na nem Zill, az nem így néz ki. Nem semmi. Ez eléggé viharvelt állapot van, erre viszont muszáj fotót csinálni. Na, ezt nézzétek. De most így meg nem mondom, hogy ez milyen teherautó, de... Opá. Pótkocsis. Tudja, hogy ment, elamtolt, akkor ment üzenem, hogy nem az. Nem ment. Hát... Semmi. Tényleg benni. Hajnál Gyulának mondjuk elküldhetjük. Ja. Ezért a roncsok sorozatban szerintem nagyon beleillik Gyulánál. Ha esetleg nézed a videót, mert tudom, hogy néha szoktad nézni Gyula, de majd elküldöm neked. Ez viszont egy MAN. Ja. Ezt megnézzük még közelebbre, ugye? Engem nem bír meg. Na itt van az utca frontja a Királdi vasútállomásnak is. Az emeleten volt a szolgálati lakás is. Ez egy érdekes elgondolás, hogy ki van törve az ablak, és ott van átvezetve a TV antenna. Azért vasútállomás ki van rakva rá, hát nem, besírok gyerek. Hát, nagyon komoly. Vasútállomás, hát igen, ez az. És nem lopták. És itt a szolgálati lakás bejárata. Van. Akkor ezt nézzétek, itt van a vágányok felüli oldal vasútállomás, hát a betűk egy kicsit hiányosak. És nincsen pad, hát milyen szégyen már. Hát azt ellopták, hogyha volt is. Ez biztos is. Majd mehetünk tovább kiskaput fele. Szerintem azok a betonál megkupornak a maradványait voltak. Egyébként a hiányzak, hogy itt van négy vágány, hát igen, itt szénbányák voltak a környéken, és hát ugye amiatt kellett.
Régen itt nagyon forgalom volt, és arra is terveztek. Hát, hát arra fel kell majd tovább menni. Ugye, és akkor indulunk befele az erdőbe. Király után itt hagytuk el a civilizációt, itt a Napelem park után. Be az erdőbe, és hogyha végig ennél rosszabb pályák nem lesz, mint ami előttünk van, akkor akkor komolyabb gondjaink nem lesznek. Köszi. Akkor a Sopronig mászok. Meg a Sörike is. És akkor itt egy ugye, híd, és amikor a felülről keresztezi az utat a vasút. Hát valahol Király határában vagyunk. Királyt már elhagytuk. És meg is megyünk itt tovább az ívjön. Kiskaput felé. Hát. Következő kiskaput lesz, utána meg sáta. De ott meg lesz ott egy alagút. Hát, kiskaput meg sáta között van az alagút, az majd kicsit odébb lesz. De alagút. De. Remélhetőleg leszünk még sátán. Ja, azt mondtad, hogy ott kéne egy képet csinálni. Hát, hogyha megvan még sátán a megálló hely épülete, meg esetleg a tábla is, akkor ott onnan simán a sátán vagyok, onnan fogok egy ilyen szelfit csinálni, azt tudni. Az kell. Ja. Ezt nézzétek. Járhatatlan pályaszakasz kezdete, vagy folytatása inkább, mert már volt. De azért ezen már bajosan menne át egy vonat. Hát ez meg egy bokor csalán. Itt nagyon szúrósak, hát ezen a vonalon nincsen, inkább csalán, de abból rengeteg. Viszont az most nem ellenfél, mert rendesen felöltöztünk vonalbejárásoláshoz. Meg hát, hogy megcsíp egy-két csalán, abból nagy baj nincsen. Nem lesz reumás, hát most nagyobb baj ott tőle nem lesz. Van nálam kenős, hogyha kell nagyon... Jó, nem, mert most nem, hát nadrágban nem csípnek. Mondom azt, hogy csalán csípés az nem az a dolog, amit úgy nagyon félni kell, mert attól semmilyen bajod nem lesz. Hát viszket, meg ugye fáj, meg ilyesmi, de hát... De nem lesz reumás. Igen, nem lesz reumás, hogyha... Na, akkor haladunk. Hát most itt egy egyenes szakasz van, úgy látom. Miért? Egy hosszú egyenes. Igen, egy hosszú egyenes. És most itt még egész jó a pályaviszonyok. Most megyünk az erdőbe, most jó idő is van. 592-es szelvény. Hát ugye sejtettem, hogy ott tarthatunk. 592-es szelvény. Ja. Valami találtak, na, mindjárt megnézzük. Na, reumások gyógyászati központja. Itt előttünk. Hatalmas család. Na, ez az igazi. Arra vigyázok a legjobban. Ja, főbb a vértékkel. Ez annyi. Hát ez nem fal volt, gyerekek. Tudom, hogy hol járunk. Megvan. Hát azt eddig is tudtuk, hogy valahol puttok egy szilvás várat között 87B-n. Király és kiskaput. Igen, valahol, igen, király és kiskaput között. Ez az igazi csalánerdő. Engem megtűnt a csalánerdő. Előfordul. A hadi hatalmasra megnőtt itt azért tényleg. Ja. Hát nem mindegy, hogy utána egy újra forgalom. Hát egy adalig nem lesz. Na, erre mentünk. És itt van egy járhatatlan szakasz, ahol itt betemette a föld a pályát. És itt mennyire tudunk haladni a vonalon. Ez a kiskapu gyártyán, fölraktam a csoportba. Hát itt eljöttünk. Nem tűnik olyan nehéznek ez a terep. És megyünk tovább egyenesen. Hát többiek azok rövidítenek, vagy elmentek itt a közúton. Vagy van itt párhuzamosan egy földút, ami a kiskapudi átjáró így megy. Hát én meg itt eljöttem itt húgyozni be a sinekre, és akkor innen nem fordulok vissza, megyek tovább a sineken. Úgyhogy majd megyek még egy picit jobban, hogy lehetőleg előbb érjek oda az átjáróhoz, mint ők a közúton, vagy legalábbis ne túlságosan később. Hát ezt nézzétek, itt aztán már bőven van gaz. Mert mégiscsak a többieknek volt igaz, ahogy az úton mentek. Ezt a zsuvát, ezt
ezt a dzsumbóit itt megkerülni. Most kezdődik ám a bozótharc. Már ez még elég istenes, mert azért lehet haladni, csak a csalán nagyon nagy. És hát elvileg közel kéne lennie az átjárónak, hát már jöttem majdnem egy kilométert, és még se közel, se távol. Mindjárt nézek is egy térképet, hogyha van net, hogy mégis mennyire van. Aztán egyre jobb a helyzet átvitt értelemben. Na, ennyi nem, és soha nem ugattak bele a videómba, azt nézzétek, mi van itt mellettünk. Sintértelep, vagy nem tudom, mi lehet ez, de nagyon, nagyon nyomatják. Egy mestertelep. Jó, mindegy, hát a kerítésen belül vannak, hadd ugassanak. Azt a rohadt. Mondjuk itt is, hát mondjuk csak itt, itt is van kerítés. Ez igen. Itt viszont simán lehet menni. Legalábbis eddig vágják. Egy is olyan hely volt, nézve a mávos kerítés ott van. Ez a kőkerítés megvan. És akkor itt van Kiskapudnak az állomás épülete. Lakják, rengeteg kutya van. És itt van még az melléképületek, az élőállat lakodó, minden megvan. És eddig volt lekaszálva a fű, innen már nincs, ahogy itt mennénk tovább. Menjünk. Hát én... Menjünk. Lehet, hát nem nagy, itt mellette el tudunk menni. De mit találtam, mert jól látom. Na, még csak egy csík ment le. Egyébként van, de van nálam töltő. Ja. Hogyha lemerülne. 554-es szelvényt épp most hagytuk el, és hát a susnyás azért itt is megvan, és itt már bevágásba megy. Itt azért. De azért még lehet járni, legalábbis gyalog. Hát ugye, amerről jöttünk, azt sem néz ki jobban. 547-es szelvény, és újra töltésen. Haladunk sátafele. Kiskaputtal már jöttünk, hogy 3 kilométert. Hát igen, úgyhogy megyünk előre. Na majd a vasút állomásokon nézem, hogy a szelvényeket nem írták föl. Van olyan állomás, ahol kim van a szelvény, hogy hanyasban van. Hát sátához nem írták oda. De hát megyünk. Hát előbb-utóbb lesz itt majd egy alagút. Az, annak még sátor előtt jönnie kell. De pontosan hol, azt még nem tudom. Előbb-utóbb megtaláljuk. Most sokkal jobb a helyzet, jobban lehet haladni. Megyünk tovább. Hát ha végig ilyen lenne a pálya, mint most, akkor simább lenne a bejárás. Jó, de erdős, igen. Azt nem tudhatod, hogy mivel rá két kilométerre. Hát nem tudhatja, hát igen, itt teljesen lutri az egész, mert nem tudod, hogy lehet, hogy ott az ív után megint jön egy ilyen áthatolhatatlan dzsumbúj, mint amint eddig jöttünk. Az annak kell örülni, hogy nem az egész ilyen. Minden méter ajándék, amit nem egy nagy dzsumbújba mész. Hát itt futórózsa az, van, amiben nagyokat lehet zanyálni, hogyha nem figyelsz oda. Ja, ott is futórózsa. Ott egy leesett elosztó doboz a póznáról. Igen, ott ledobta a kötődobozt. Hát már akkor tovább. És most egy szakasz jön. Hát, jó, nem ott jön az év megint. Nézzétek, ismét egy szép akadály, de meg lehet kerülni viszonylag egyszerűen. Innestől. Gyerünk tovább. Hát itt újabb. Egy újabb ív itt azért van egy kunkora vonalba. És hát haladunk előre. Most egy picit megingaszosabb lett. És úgy látom, hogy megint tisztulni fog onnan az ív után. És itt van az a bizonyos földcsúszamlás, ami onnan indult és ráomlott a pályára, és emiatt járhatatlan. Hát látjátok a vezetéket is.
Kidőlt ez az oszlop, ami itt volt, és hát a vezeték nem szakadt el, de hát így az oszlopról leesett. Hát látjátok, ez azért szépen néz ki. Nyugi. Igen. Aha. Nem dolog. Felzavarjuk az összes szúnyogot. Na most jöhet az önkéntelen véladás az összes felzavar szúnyognak. Ugye sikerült megtalálni a földcsúszamlást is, már csak az alagút van hátra. Ez a nem vonás, semmilyen vonás. Hát ezen nem. Hoppá, na ezt nézzétek. Csalán. Csalán, csalán hátán. Aha. Úgy gondoltak, nem volt elég a csalányból. Pedig itt valaki elment, itt látszik egy ösvény, ott a csalán erdőbe. Gondolod, hogy ott fent? Szerintem amúgy egyenesen is a vészetőnyi. Nem. Hát nem. Aha. Mert itt valaki itt végül. Születünk a megtartott. Biztos, hogy itt valaki végül. Végig mentek itt. Nincs alagú. Nem mersz végig menni? Na fogd meg a sedem. És itt van a földcsúszamlásnak a vége, itt már látszik a vágány. Megmutatom majd mindjárt innen lentről is, csak lábom elé nézek és lejövök. Itt a többiek már átmásztak rajta. És mindjárt megfordulok és megmutatom a másik irányból is. És igen, itt van. Szóval ide kéne támfalat építeni ahhoz, hogy ne kelljen itt állandóan a pályán, de ne takarítani ezt. És hát ez az kerül sokba és emiatt. Jó, nem is veszik fontolóra, hogy itt valahogy újraindítsák a forgalmat. És itt van az alagút, a sátor előtti. Hogy haladjunk csak egyenesen. Na innen lesz a legjobb a vágány. Mondjuk a lámpát azt mondjuk fel kéne, vagy elő kéne szednem, mert előbb-utóbb elfogy a fény, aztán látok semmit, de ki lehet menni. És egyébként szerintem itt is lesz így, bizonyos szakaszonként szokott lenni egy ilyen beugró, ilyen kis lukafalba, hogy a vonalbejáróknak, hogyha jön a vonal, be tudjanak valahova, mert ugrani előle. De itt mellette egyébként egész jól lehet haladni. Hát kéne beállítani. Igen, hát itt ez pont arra valók ezek a lukak, hogy fehérre is van pingálva, meg itt mutatja a oldalt ez a csík, hogy ha jön a vonat, ide lehet beállni. Ja. Ezeket direkt arra csinálják az ilyen alagutakba. Az. Tízes lohab! Ez nem magzik olyan jól. És itt a legjobb egyébként a pálya. Itt lehet a legjobban haladni. Hajrá, Fradi! Ott sok a vonat. Hát pedig a Fradinak jobb az állomása, mint Újpestnek. A Fradiba több a fotótéma. Mindjárt kiérünk a fényre. Most fogunk kiérni a fényre. A kamera meg ebben csak egy nagy fehér pacát lát. Ja, megyünk a fény felé. Már látom. De miért dudál? És itt vagyunk akkor a sátai soronfónál, hát ezt amikor még üzemelte a vonal, akkor ezt a kallet üzemeltette. Itt van, még a hajtóműve is megvan. Ez szép. És valahol itt van a megállóhely is, mert innen már közel van. És le is van lakatolva. Itt ráadásul volt egy rakodóvágány is, még valami nyoma látszik itt az ágyazatba, meg még itt a talfákból is látszanak, meg ott van egy talfa. Tehát itt, és ott valahol arrébb lehetett egy váltó, és itt volt a kiágazás. Ja, itt volt, igen, le van lakatolva. Ja.
hol a másfél méteres védőtávolság? Hova lett ez a világ? Nem sietél amúgy. És akkor a túránk az véget ért, szívás várató bézézések, Egertől fölöltözés, Kőbánya felsőig, onnan meg már BKV-val idáig, és hát lassan már itthon is vagyok. Úgyhogy ez egy okos vonalbejáros túra volt, amit már régóta terveztem, hogy Putnok felől be kéne ezt a vonalat járni, hát most félig sikerült, de nem, lesz ennek még folytatása, a szívás várató sátáig is meg fogom ezt még csinálni, úgyhogy sziasztok!